Valójában hosszabb története van, tehát a gondolkodás arról, hogy mit tehetnének a szülők az iskoláért, vagy egyáltalán a szülői közösségért, az régebbről már beszélt téma közöttünk. És hát sokféle ötlet mellett, hogy ténylegesen hogyan járulhatna hozzá egy ilyen nagy közösség, mert valójában, ha belegondolunk, akkor ezrekben számolhatjuk a szülők számát. És hát a sokféle program között adódott egy ilyen ötlet, hogy az egyiket talán a leginkább hatékony csoportszervező, meg közösségszervező lehetőségeknek a bál lenne. Most szerveződött egy tavaszi bál is, amely ennek az előzménye volt. Maga a maturandusz bál az természetesen benne van a kultúrájában, nem feltétlenül a mi kultúránkban, hanem Magyarországon ezt régóta művelik. Enyeden is szerveznek ilyenfajta bálókat, de az a lényeg, hogy mi nem kimondottan szalagavató bált szerettünk volna, vagy nem olyan jellegű szalagavató bált, ami egy cseppet művi, vagy egy cseppet hűvös a maga méltóságában. Tehát valami olyanra törekedtünk, hogy ez legyen a János Zsigmond kollégiumé, vagy legyen ez a közösségé. Isten hozott át mindenkit. Az idei János Zsigmond udvari bált ezennel megnyitom. Most pedig, amíg megérkezik a napsugár az udvarra és beragyogja azt, addig hadd ragyogjanak a táncosaink. Következik a táncosok bevonulása.
pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses de Vienne et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses. À quoi tu penses. Pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes, si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses de Vienne et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses. Maintenant que deviennent les valses de Vienne et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui